Idővel hogy állunk? 3 perc és 30 másodperc. 3 perc alatt 3 liter vizet meginni lehetetlen. Mindenkit ezen a szép napon! Én nem más vagyok, mint Tamás! Itt élek a Gold Coaston, Ausztráliában, most már 16 éve! Nem mással, mint a két fiammal, Lucas-szel és Davis-szel, meg persze a feleségemmel! Annak idején nem mással, mint a szüleimmel és az öcsémmel érkeztünk ide 16 évvel ezelőtt! Van egy YouTube csatornám, ahol minden másnap vlogos videókat osztok meg veletek, ezáltal betekintést nyerhettek az itteni ausztrál életbe! Pár héttel ezelőtt kértelek titeket, a nézőimet, hogy küldjetek nekem és a Lucasnek, aki itt van mellettem, kihívásokat. Ugyanis kitaláltunk egy játékot, egy 48 órás játékot, hogy ti küldtök nekünk kihívásokat, és mi minél több kihívást próbálunk megcsinálni. De, hogy érdekesebbé tegyük ugye a dolgokat, kitaláltuk a Lucasszel, hogy majd a vesztesnek valami nagyon érdekes dolgot kell majd csinálnia. Én is, és a Lucas is kitalál valami nagyon érdekes dolgot, hogy mit kell majd csinálnia a vesztesnek, de se én nem tudom, hogy a Lucas mit talált ki, és se a Lucas nem tudja, hogy én mit találtam ki. Egészen 48 óráig nem fogjuk elárulni egymásnak. Úgyhogy nem húzom tovább az időt, álljunk neki! Készen állsz? Én készen vagyok. Rettentő sok kívást kaptunk, amúgy kaptunk kommentbe kívást, kaptunk videóba kívást, nagyon sok érdekes kívást kaptunk, hogy az összeset meg tudjuk-e csinálni, vagy nem, szerintem nem, ugye? Nem. Ugyanis nagyon-nagyon sokat kaptunk, de meg fogunk azért próbálkozni, ugye? Legtöbben. Vannak kívások, amiket meg kell csinálni kint a szabadban, vannak kívások, amiket itt bent a lakásban. Próbáltam őket rendszerezni. Én kitaláltam, hogy hogyan kezdjük el ezt az egészet. Véletlenszerűen egy darab kívás fogunk kiválasztani, rendben van? Videó kívás legyen, vagy komment kívás legyen? Videó kívás. Videó kívás.
Úgyhogy mutatom a számítógépet, ugyanis a hívásokat letöltöttem ugye a számítógépre, letöltöttem a mobiltelefonra, tehát akármerre, akárhova kell mennünk, mindig nálunk lesznek, tehát fogunk tudni választani. Itt vannak a videóhívások, ahogy látjátok, összesen 16 darabot kaptunk. Ezek közül egyet fogunk kiválasztani véletlenszerűen, de nem én, hanem a Lucas fogja kiválasztani. Megszámoztam őket 1-től 16-ig. Neked az a dolgod, hogy mondasz egy számot. Mindegy, hogy melyik számot, ugyanis én nem tudom, hogy melyik szám, melyik videó, te se tudod. Nem tudom, milyen a szám, milyen videó. Megnéztük az összes videót, tehát tudjuk nagyjából, nem nagyjából, tudjuk, hogy milyen kihívásokat kaptunk, de hogy melyik szám, melyik kihívás, fogalmunk nincsen. Úgyhogy mondj egy számot, mindegy, melyik számot. 11. 11, biztos? Ja. Rendben van, úgyhogy nézzük meg együtt, melyik a 11-es kihívás. 11-es! Itt van, látod, itt van a 11-es, úgyhogy rákattintunk, és indítsuk. Na, sziasztok! Én azt a kihívást szeretném nektek adni, hogy már mondtad, hogy 50 ezer feliratkozónál, vagy valamennyi, vagy valahogy így ő bele fog szugrani az erkélyetekről a házatok melletti vízbe. Viszont én még nem láttam azt a videót, hogyha volt, ha meg nem, akkor most ezt adom nektek kihívásként, és miután ezt a videót megnéztétek, 2 percetek van, hogy beleugorjatok. Na, sziasztok! Te! Én tudtam, én valahogy tudtam, hogy ugye van ez a kihívás, csak reméltem, hogy nem ezzel fogunk kezdeni. Te! Ezzel kell kezdeni. Na minden, mutatom nektek, hogy ugye miről van szó. Itt lakunk fent mi a 4. egy lakásban, és itt a házalat nem más van, mint víz, látod? Ilyen folyóvíz. Vannak ilyen házak itt a háttérben, jobb oldalt, bal oldalt, minden felé, látod? Ilyen szép a kilátás. És innét az erkélyről kell beleugranom oda le ebbe a koszos vízbe. Komolyan van! Az a szerencsé, hogy nincs itt a feleségem, ugyanis nem örülne neki. Mondtam neki, hogy van egy ilyen kihívás, és azt mondta, hogy meg nem el csinálni. Nem lesz semmi bajom. Ugyanis ezt a kihívást kiszámoltam. Ugye annak idején mondtam nektek, ígértem nektek, hogy elérjük az 50 ezer feliratkozót, bele fog innét ugrani oda le a vízbe, ez nem történik meg, és most meg fog történni. Annak idején kiszámoltam, most is kiszámoltam, átgondoltam, hogy onnét, hogyha nekifutok, odaállok, látod ott a bejárat, hogyha oda nekifutok, egészen elfutok ide az erkély, és így pluf, beleugrok. Számításaim szerint pont a vízbe kell belérkeztem. Itt olyan pár méterre mély a víz, tehát hogyha beleugrok, semmi bajom nem lesz, remélhetőleg olyan túl magason nem vagyunk. Kiszámoltam, átgondoltam, hogyha nem a betonra érkezek, ami biztos, hogy nem oda fogok érkezni, mert jó, megugrok, pont a vízbe fog beleesni, csak... Oh. Na minden, úgyhogy, Lucas, amit csinálunk, nincs ott időnk. Fogod te a kamerát, oda kiállsz, és onnét fogsz engem filmezni, hogy futok, nem más onnét, mint onnét. Bele! Te! Aztán, el ne felejtsem, nincs nálam kulcs, amit fogsz csinálni, besöngetek, és be fogsz engedni, rendben van? Jó. Úgyhogy sietünk. Te! Én nagyon reméltem, hogy nem ezzel fogjuk kezdeni, de na mindegy. Készen vagyunk, legalábbis én készen vagyok. A Lucas tartja a kamerát, jó. Úgyhogy... Átgondoltam, működnie kell az egésznek, úgyhogy megyek, rendben? Álljál ide, nehogy véletlen neked fussak. Kész? Én készen vagyok. Jövök, figyelj! Háromba! Víz vagyok. Olyan hideg volt ez a víz. Tiszta, odalé. Folyik a gatyámból, a mindenemből. Én ezt leveszem. Azt a szerencsére a feleségem nem volt itthon. Azon aggódtam, jövök felfelé, mondom, hát ha hazaértek közben, de nem értek haza. Várjál, nem jön le, tapad rá. Ezt a kihívást megcsináltam. Én azt mondom, hogy le kéne húzni a gatyámat is, de... Le kéne zuhanyoznom, kanadom, még egyszer le kéne zuhanyoznom.
Úgyhogy, még mielőtt lezvajzok, én azt mondom, hogy nézzük meg a következő kívás, mi lesz a következő kívás, hát az is vizes kívás lesz, és újra le kell, hogy zvanyozzak, vagy zvanyozzunk. Te, mit gondolsz? Te ki akarsz ugrani? Nem. De te is kiugorhatsz, és egy pontot kapsz. A következő kívás, mi legyen, Lukasz? Videó kívás? Komment kívás, rendben van. Ó, na mindegy, beültem a székembe, tiszta víz vagyok. Minden, remélem, hogy nem lesz ilyen olyan kivizes kívás. Te. Nézzük ezt a kívást, hogyan választjuk? Én azt mondom, hogy most én valamikor egy csukott szemmel puf, rámökök, aztán olvasom. De ha nem kapunk semmit? Te. Mutatom! Itt vannak a kívások, össze-vissza, fel-le, hogyha meglátom az egeremet mindenfelé, és egy-ed, csukott szemmel mutatom nektek, csukott szemmel rá fogok valakire bökni. Várjál, közben elveszett az egerem, de most megtaláltam, úgyhogy tudom húzogatni. Csukom a szememet, nem látok semmit se, és ezzel az ujjammal valakire próbálok rábökni. Lukasz, addig húzogassad, jó? A kezeddel húzogasd az egeret, és én meg valakire csukott szemmel mondom, mikor álljál meg, jó? Jó van. És most bökök az ujjammal, figyelj! Kristóf 03 BPS. Mondom, mi a kihívás. Menjetek el a semmi közepére a mozdával, és igyatok meg 3, nem 1, nem 2, 3 liter vizet. Van rá nem több, mint 15 percünk. Te! Úgyhogy ezt a kihívást fogjuk most teljesíteni, de még mielőtt ezt teljesítjük és indul az a 15 perc, én gyorsan elmegyek és lezvanyozok, átöltözök, ugyanis így ilyen vizesen, nem akarok menni, büdös is vagyok, azt mondom, büdös vagyok, büdös ez a koszos víz. Nem vagyok büdös? Nem érzed, hogy büdös vagyok? Most te, onnét, nem? Akkor nem, én érzem magam, hogy büdös. Most miért szagogat? Na mindjárt, lehet, hogy csak én érzem, ahogy... Ha jó van, látod, a szőröm. Belement a szörömbe. Belement a szörömbe a büdös, koszos víz. Na mindjárt, zuhajzok, és 15 percünk van rá, hogy kérjünk a semmi közepére a mazdával, és megígyunk nem 2, nem 1, 3 liter vizet. Készítsük a vizet is közben. Te készíted a vizet, én készítem a fürdővizet, és indulunk! Megy a kamera, elindította a felvételt. Ja, megy! Te, komolyan mondom, én olyan izgatott vagyok, hogy milyen kívásodat kell majd megcsinálni. Én is! De én nagyon remélem, hogy nem kell olyan dolgot enni, vagy kipróbálni, amit annyira nem szeretünk én nagyon. Én gondolom, hogy kell. Hát én gondolom, nem gondolom, én remélem, hogy nem kell. Te, mondjuk fahéjat, vagy hasonló dolgokat. Szerinted ki fog nyerni? Te vagy én? Én! Majd meglátjuk, de én olyan jót kitaláltam neked, hogyha te veszíted, ezt mit kell majd megcsinálni, olyan mondom. Amúgy az idő olyan... Ja, egy-két felhő van az égen, sütik, szépen süt a nap. Csiriplelnek a madarak, hallod? Olyan kellemes az idő ma. Na minden, idővel hogy állunk? 16 perc és 42 másodperc. Akkor jó van, van még időnk, oda fogunk érni, semmi nem ilyen közben, szerintem oda fogunk érni, nem? Ja. Meg fogjuk tudni csinálni ezt a kihívást. Seri! Mire várunk? Ott állt egy render autó. Na nem baj, nem mentem gyorsan. Te megyed gyorsan. De hogy megyek gyorsan, egy picit talán gyorsan, nem olyan túl gyorsan. Utánunk jön. Dehogy nem. Jön, de nem utánunk jön. Utánunk jön. Kapaszkodjál, fordulok balra!
a szirénáztik, én is hallom, de nem azért szirénáztik, az mert meg akar minket előzni, csak az is arra legyen. Nem akarok előzni! Áh, csak állok meg! Fog gyorsan! Ott vagy a végén! Mondta, hogy nem utánuk jönnek! Mindig jönnek! Ha nem jönnek, látod, elment! Megérkeztünk! Itt vagyunk a semmi közepén, mutatom neked! Olyan néz, egy ilyen elhagyatott út, egy ember nincs a közelben sehol, se csak ilyen cukornádat. Úgyhogy, idővel hogy állunk? 3 perc és 30 másodperc. Az nem jelent más, mint van-e egy percünk meginni egy litert, nem? Egy litert iszunk meg egy perc alatt, ugye? Ja. Úgyhogy, hozom gyorsan a vizet, először gyorsan mondom, kiteszem a kamerát, és te, remélem, hogy sikerülni fog. Várjál! Gyorsan leteszem ide a kamerát! Beállítottam a kamerát, remélem mindent lehet, hogy rendesen látni, úgyhogy hozom a vizet! A szemeget olyan sokkal gyorsan leveszem. Na, oda nézel, itt van ez a nagy, teljes üvegem, úgyhogy 3 liter, 3 perc, 3 perc, 1 liter, 1 perc. Jó. Te, készen állsz? Én készen állok. Én nem tudom, hogy meg tudom ezt inni. Figyelj! Te komolyan mondom, nem tudom, nem hiszem, hogy el fogom tudni 3 liter. Te! Belement az óra lukába. 3 perc alatt 3 liter vizet meginni lehetetlen. Mi ezt tudod, mire jó? Hoppá! Semmi másra, mint hojmosásra. Komolyan mondom, oda néz! Ez a kihívás nekem nem sikerült, ahogy mondta, ez a víz semmi másra nem jó, mint a hajmosásra, de 3 liter vizet 3 perc alatt meginni lehetetlen, komolyan mondom. Na mi a helyzet, megpróbálkozol vele? Nem! Nem? Másnál megmosjuk a hajadat, komolyan mondom. Az a szerencse, hogy ilyen jó idő van, ilyen meleg van. És tudod még mi a szerencse, Lukasz? Hogy hoztunk... Kuckuc, hoztunk váltóruhát, van másik pólom, úgyhogy én azt mondom, hogy átveszem, mert tiszta víz vagyok. Te! Egy kicsit vizes lettem. Úgyhogy most hozzuk a telefont, mert azon van a többi kihívás. Aztán nézzük tovább, csak kicsit megtörlöm magamat. Te! Amúgy jelenleg én szerintem hány fok lehet? Egy a 30-34 fok biztos, hogy van. Komolyan mondom, jó idő van, itt a nyár! Úgyhogy ezt a kihíváson ezen én elbuktam, de te is elbuktál. Te is elbuktál ezt a kihíváson. Ja! Mindegy! Mi tud lenni róla? És tettem a fejéren, én nem akarom csinálni azt. Nem, de képtelenség meginni 3 liter vizet, még 15 perc alatt is. Bár 15 perc alatt lehet, hogy meg tudnánk inni 3 liter vizet. Na mindent. Mutatom a videókihívást. A videókihívással kezdjük, rendben van? Mutatom. Én azt a kihívást szeretném nektek adni, hogy menjetek el egy olyan területre, ahol nem szokott autós ember járni, vagy csak nagyon ritkán, és bukfencezetek kettőt a Lukasszal. Szóval én csak ennyit akartam. Sziasztok! Bukfenc kihívás! Itt vagyunk a semmi közepén, ugye? Úgyhogy bukfencelni, de én nem tudom, én nem is hogy fogok bukfencelni. Te bukfencelj! Na, nézzük! Hol fogsz bukfencelni? Ott, szerintem ott a fűbe bukfenceljek, mert ott a... Nem lesz kígyó! Itt a fűbe! Ottan fájni fog, mert kemény. Lukasszal megegyeztünk, hogy bukfencet nem, de ilyen pördülést csinál, ugyanis túl kemény ez a beton itten. A fűbe meg nem akarunk bemenni, mert félünk a kígyóktól. Én nagyon, a Lukasz még jobban, úgyhogy mutasd azt a pörgést. Na, meleg, mi? Jól van. Mondjuk azt, hogy ez ilyen bukfenc volt, ilyen Lukasz bukfenc, rendben van? Lukasz bukfenc. Azt mondsz, hogy Tamás bukfenc. A Tamás nem fog bukfencelni, ugyanis a Tamásnak ez nagyon kemény. Tamás az valami más fog inkább csinálni, de ezen te átmentél akkor? Ezen te átmentél. Megcsináltad ezt a kihívást. Bár ez ilyen fél kihívás, rendben van? Tehát ez majdnem olyan, hogy én is ittam 3 liter tejet, 3 perc alatt tejet, vizet, de... 0.5 pont. Kapsz fél pontot rá, rendben van? Maradjunk abban, hogy fél pont. 0.5. Ja, az fél pont. Én meg kapok. Én is kapok 0.5-öt. Én is kapok fél pontot a vizemre. Nem, rendben van. Akkor. Kiköptem mit? Ja, kiköptem. Hajat mostam. Legalább én megmostam a hajamat. Ja!
De nem mondták, hogy most jön. Nem, nem mondták. Rendben, na. Akkor köszönjük ezt a kihívást, nézzük a második videó kihívást. A feladatotok. Süssetek egy-egy tésztát, vagy csináljatok valami ételt, és amelyiköt, aki a legfinomabb lesz, az nyerni fog. És amelyiköteknek nem lesz finom, annak a nyertes adjon valami durva büntetést. Itt a semmi közepén sütni, nem hiszem, hogy tudunk, mert nincsen sütőnk, de amint hazamegyünk, fogunk sütni, az lesz az ebédünk, pizzát fogunk sütni. Ilyen előre elkészített pizza tésztára, pizzát, de meg fogjuk sütni. Rendben van? Pizzát kérsz vagy vacsorára, ebédre? Ebédre. Ebédre. Rendben van, úgyhogy pizzát eszünk ebédre, ugyanis volt egy ilyen másikféle fajta kívás, én úgy emlékszek, az is ilyen sütéssel volt kapcsolatos, de itt a semmi közepén nem sütünk, úgyhogy olvassuk most a kommenteket. Várjál, hozom a telefonot, itt a hátsó zsebembe. Olvasom az első kommentet, nem mást írtam, mint Games King. Keressetek egy kígyót. Lucas, keresünk egy kígyót. Kígyót, nagyon nehéz lesz itt találni. Lehet, hogy nem olyan túl nehéz. Maximum, hogyha oda besétálunk, ott lehet, hogy találunk egy kígyót. De még ameddig itt vagyunk, addig keresünk egy kígyót. Legalábbis, hogyha látunk egyet, lefilmezzük. Rendben van? Jól van. Balázs Varga, filmezz le egy kengurut. Ádám Szűcs, fényképezz le egy kígyót. Te, mindenki kígyót akar, meg kengurut akar látni, komolyan mondom. Kuk Dávid, mondom a kívást. Szia! Kihívást, menjetek be Lukösszel egy nádasba, kukoricásba, és menjetek végig a soron. Az izgalmas lenne. Nádasba, kukoricásba, max ide ebbe a nádas. Ez nem nádas, ez cukornádas. Besétálunk ide ebbe a cukornádasba? Nem itt, hanem való máshol, ott be lehet sétálni, ugyanis itt nem tudsz besétálni. Látod milyen? Az egész ilyen túl sűrű. De vannak egy pár ilyen részek, itt-ott, ahol be lehet sétálni. Lehet, hogy egy kicsit ott vagy arrébb, úgyhogy azt megnézzük, és besétálunk kengurut, meg itt nem lesz filmezni kengurut, ugyanis itt nem sok kenguru van, de tudod, mit csinálunk? Délután elmegyünk olyan helyre, ahol lehet filmezni kengurut, lehet filmezni még talán kólát, meg lehet, hogy még kígyót is. És, de majd délután ott sok kenguru van. Van egy olyan hely, ahol rettentő sok kenguru van, úgyhogy oda elmegyünk, várjál. Nézzük, olvassuk a kommenteket. Eddig nem sokat sikerült még teljesíteni, de következő komment nem másról jött, mint Gaming HD 88. Menjetek el a semmi közepére, és filmezzétek, fényképezzétek le. Úgyhogy, ez könnyű lesz. Itt vagyunk a semmi közepén, mutatom nektek. Lefilmezzük, lefényképezzük. Oda! Látod? Most lefilmeztük. Ott a semmi közepe, vagy itt a semmi közepe. Ilyen szép hosszú út arrafelé, nádas, ilyen farmos rész, erre, arra. Úgyhogy ezt a kívást sikerült teljesítenünk. Lukasz, te is le akarod külön fényképezni, vagy azt mondjuk, hogy egy-egy? Egy-egy. Egy-egy, rendben van. Te is megmutattad, én is megmutattam, ugyanis mind a ketten itt vagyunk, úgyhogy ez nagyon könnyű volt. Elindulunk hazafelé, rendben van, Lukasz, elindulunk hazafelé, és útközben, hogyha látunk valamilyen belépőt ide a nádasba, a cukornádasba, akkor még besétálunk, azt megmutatjuk nektek, hogy az hogy néz ki. Aztán, amint hazaértünk, nem más fogunk csinálni, mint nekiállunk sütni, ugyanis én kezdek éhes lenni. Te kezdesz éhes lenni? Ja. Úgyhogy pizzasütés lesz, rendben van. Hazamegyünk. Úgyhogy hazamegyünk, elveszük a pizzatésztát meg, ami kell hozzá, és olvassuk tovább a kihívásokat, nézzük tovább a kihívásokat, ugyanis még rettentő sokat meg kell csinálnunk, hogy nagyon-nagyon sokat kaptunk. Nem hiszem, hogy mindent meg fogjuk tudni csinálni, de meg fogunk nagyon sokkal próbálkozni, aztán majd meglátjuk. Úgyhogy ugorj az autóba, és hogyha látsz egy ilyen bemenőt valahol, nem ilyen bemenőt, de oda a nádas bemenőt, akkor kiabáljál és megállok, rendben van? Jól van. Induljunk, nyissuk autót. Tessék, itt van a kamerád. Köszönöm. Szívesen. Látod, itt voltunk körülbelül mennyit? Egy 10 percet biztos? Lehet, hogy még többet is, nem? És egy autó nem ment el, egy ember nem jött erre, ez tényleg így a semmi közepe. Ha nem tudom, hogy ki szeretne itt lakni, meg ki nem. Abból jó, hogy a csöndes, az biztos, hogy csöndes, de a közelben nagyon sok minden nincsen, kivéve sok bogár, az biztos, egy-kettő bögöly, meg kenguru, meg kígyó, úgyhogy induljunk, még mielőtt tényleg te, tudod, mitől félek most? Mi? Belemászott egy kígyó. Nem, a kígyó belemászott véletlenül az autóba, vagy a motorház tetőbe, úgyis vigyázni kell, mert a motor ugye, amikor megállsz, nagyon meleg, és szeretnek oda bemászni a kígyók, és többször előfordult, hogy a kígyót találtak a motorház tetőbe az autóba, nem a tetőbe, a motor részen az autóba, meg a keréknél. Ölte! Rettentően félünk a kígyóktól! Ah!
Megérkeztünk ide a majdnem semmi közepére megint. Itt már járnak autók, látod? Egy, kettő, most lehet, hogy pont nem, de ott megy valahol. Én hall, ott, látod? És az előbb itt, ott volt a légy. Itt vezetek, és a lükösz felkelt, hogy állj meg, ott van, ott, mutattam. Mi van itt? Ott. A bejárat, ott a bejárat, a cukornádas része, és bemegyünk? Én nem akarok. nem akarsz, mi nem? Úgyhogy, na minden. Miért nem akarsz bejönni? Mert kígyók van. Kígyók. Rettentően félünk a kígyóktól, komolyan mondom, én nagyon félek, a Lucas, ahogy mondtam, még jobban fél a kígyóktól, de én ezt megcsinálom, ezt a kihívást, én oda bemegyek. De, ha nem is egész végig, de valameddig bemegyek és megmutatom nektek, hogy hogy néz ki ez a bogaras messzine. Belemegy az emberek a fülébe és nem tudod kihúzni, már nem hiszem, hogy belemegy, de nagyon idegesítő, legalábbis számomra. Mi a helyzet? Semmi. Na, úgyhogy hozom, múzom a biztonságemet, kapcsolom, és én bemegyek. Gyere be velem! Hogyha megcsip a kígyó, vagy megharap, csip a kígyó, vagy harap? Harap, azt hiszem. Ha megcsip a harap, nem. Ha kígyó harap meg... Ha megcsip a harap... Ha megcsip a harapos kígyó... Nem, ha megcsip a harapos kígyó, vagy megharap a kígyó harapos... Nem, ha megcsip a harap, az a meg! Tudod, mit kell csinálni? Kell hívni a 3 darab nullát, és jön értem a helikopter, meg a gyorsan a mentés ad egy ilyen beinekciót nekem. Mindig 3-0 Magyarországon? Magyarországon nem 3-0, csak mi nálunk 3-0, vagy 112, az a segélyhívás. Vagy Magyarországon is 112 a segélyhívás, na mindegy. Úgyhogy én megyek, és megnézzük. Utolsó lehetőség, jössz vagy nem? Nem. Biztos? Ja. Kapok én erre egy pontot, ha bemegyek, te nem kapsz? Persze, azért, mert itt bennülsz az autóba, azért fél pont. Nulla pont egyet kapsz azt. Azért, mert itt ülsz és nézel engem. Nem, nulla pont. Ma meglátjuk. Amúgy látod, itt a semmi közepe, arrafelé a semmi közepe van, arrafelé már jönnek az autók, ahogy mutattam nektek. Ott egy busz megálló, látod? Úgyhogy ide bemegyünk. Oj, te, csak nagy kígyóra lépjünk. Gyorsan átmegyünk itt mindenem. És idáig elsétálunk. Ennél jobban én szerintem nem, mert itt már nagyon félek. Ott! Látod? Ki tudja, hogy mi van benne? De! Legalább eddig bejöttem. Látod? Itt vagyok benne a semmi közepén. Itt a cukornádasnál. Meg is tudom neked fogni, mutatni. Itt! Csak nagy kijön a láncfűrészes gyilkos és legyilkoljon valakit! Tá! Ilyen horrorfilmet vagy, nagyon le lehetne itten forgatni. Ki tudja, hogy esténként kijár erre meg ki, nem ugye? Na mindegy, legalább idáig bejöttem. Úgyhogy ezt megcsináltam, oda arra már nem megyek, bemutatom. Ugyanis itt át kellene mindenem menni, és ahogy mondtam, hogyha van ilyen nagy kígyó, vagy kisebb kígyó, megharapattól félek. Vannak ilyen nagyobb cukornádas békák, attól is félek, minden csúszóvászótól félek. De! Megcsináltam! Úgyhogy most kijövök. Na, megjöttem! Úgyhogy egy pont nekem, neked ezt elvesztetted, én bementem, megcsináltam! Te. És képzeled, nem találkoztam kígyóval. Nem. Meg. Úgyhogy, ne csipkedjél! Úgyhogy menjünk hazafelé, ugyanis rettentőjes kezdek lenni, és enni kell. Hogyha éhes vagy, akkor enni kell, mert ha én nem eszek, akkor mérges leszek. Te is? Igen. Úgyhogy kilukod a hasunk, indulunk. Hazaérkeztünk, ahogy látjátok, és képzeld el, ki van itthon? Sok én. Meg is én. Csak mi ketten? Senki más. Elment a feleségem és a Davis, elmentek ide le játszani a játszótérre, úgyhogy ketten maradtunk. Úgyhogy tudod, mit fogunk csinálni? Tudod, mit fogunk csinálni? Mi? Meglepjük őket egy pizzával, ugyanis nem tudják, hogy mire készülünk. De még mielőtt nekiállunk a pizzának, olvassuk a következő kommentet, ugyanis a következő komment pizzával kapcsolatos, legalábbis ilyen főzéshez kapcsolatos. Gyere, üljünk le ide. Ugyanis elfáradtunk ebben a nagy melegben, elfáradtunk. Hazaértünk, az volt az első, gyorsan ittunk egyet, ugyanis ilyen szomjasak voltunk. A Lucas mondta, hogy meg akar inni azt a 3 liter vizet, de mondta neki, az túl meleg. Úgyhogy, mutatom a telefont, nem a telefont, hanem olvasom a kommentet, a telefon háttérját mutatom. Olvasom a kommentet, mondom. Kitty Vancsúra mondta, figyelj. Bekötött szemmel próbálj meg főzni valamit úgy, hogy Lucas irányít szavakkal, hogy mit, hol találsz. Úgyhogy, tudod mit csinálunk? Mi? Ezt a pizzát bekötött szemmel fogjuk megcsinálni, legalábbis én, és te irányítasz,
hogy mit, hol fogok megtalálni. Rendben van? Jó. Úgyhogy én most hozok egy ilyen bekötött szemre való, amivel be tudom kötni a szememet, és várjál, milyen pizzát csinálunk? Nem tudom, mit én szeretem. Amit te szeretsz. Szerintem sonkásat. Én azt hiszem, hogy már a Lukasza szereti a sonkás pizzát. Sonka és sajt? Sonka, hát én nem tudom. A hűtőben, annyit elárulhatok neki, hogy van a hűtőben, nem? Mi? A hűtőben van minden. A pizzatészta hűtőben van, a sonka minden. Hűtő, a minden a hűtőben. Úgyhogy, bekötöm a szememet, beállítom a kamerát, beállítjuk a másik kamerát. Lukasz, tudod, mit fogsz csinálni? Azt fogok csinálni, hogy ezt a kamerát, amivel most itt filmezek, ide leállítjuk az asztalra valahol. A másik kamerát, ami pedig itt van. És én filmezek? Nem, ide leteszem, erre rá, ide a zsepire. És arra filmezünk, úgyis a hűtőben van minden, utána pedig erre beállítod és erre forgatod, hogy innét lehessen látni, vagy oda lerakjuk inkább valahova. Rendben van? Jó. Úgyhogy gyorsan megnézzük a kamera beállításokat, és csináljuk ezt a pizzát, és kezdek ilyes lenni. Kézen vagyunk arra, hogy megkössük a szememet. Ez ilyen fejkötő, ami a Lukasznek a fejkötő. Ja, ez az én. Te mindig olyan vizes vagy, kiszívott a nap. Nem, a visszakad kiszívni, a nap az kiszállítani. Úgyhogy felrakom ezt a fejkötőt a szememre, hogy ne lássak semmit se. A kamerát ide váltottuk, a másik kamerát oda váltottuk, neked az a dolgot, hogy bekapcsolod. Jó. A hűtőben megtalálsz mindent, és kihozzuk, megkenjük, én mindent, te irányít a szennyel. Jó. Tehát az a feladat, hogy a Lukasznek kell engemet irányítani. Úgyhogy költöm a szememet, de nekem jó pizzát csináljunk. Aztán később úgy veszük ki, hogy nagy véletlen megböki a kezemet. Jó van. Na, én mondom. Látok valamit? Én mondom. Semmit nem látok. Én nem látok semmit, úgyhogy higgyétek, és semmit nem látok. Na, mehetünk? Ja. Na, akkor indulunk. Várjál, indítsd a másik kamerát is. De nem hogy áll itten, várjál. Hát fogd meg már a kezem. Felállom. Ja, felállom. Oh. Várjál. Én felállítom. Mit állítasz te? Hova megy? Sétálunk. Várjál! Van egy jobb ötletem! Ugyanis, hogy a kamerát ide leteszem, fogalmam nincs, hogy mit fogtok benne látni. És az az ötletem, hogy én addig itt tartom, hogy a kamerát így magammal, a Lukasz addig megirányít, és látjátok, hogy legalább nem csalok, és nem nézek semmit se. Megy még a kamera? Nem, megállítottam véletlenül. Vesz? Nem, ja, vesz. Mondja, vesz. Mondja, hogy vesz. Rendben. Na, hol az a hűtő? Off. Mutatom a hűtőnket, hogy hogy... Na várjál, így kell mutatni a hűtőt, hogy ez a mi hűtőnk. Kinyitjuk. Kinyitjuk. És mi van a hűtőbe? Papír. Sok minden. Na mi van a hűtőnkbe? Én nem tudom, mi kell. Mi kell? Kell pizzatészta. Hol a pizzatészta? Nem van. Ez sör. Hol van? Ez a pizzatészta. Egy darab elég, ugye? Ja. Aki ezt fogad. Fejem. Ne hülyeskedjél! Most nem kinyitani? Még nem nyitjuk ki, hát először hozzuk a sajtot, meg hozzuk a... Van a sopa? Minden itt van. Itt van a sonka valahol. Ez uborka. Ez mit keres itt ez az uborka? Opa! Ez mi? Ez sajt? Nem sajt, ez sonka. Ez a sonka. Az a ráj, hogy sonka? Ja. Nem már más veszek ki. Sonka. Dorszobna hamleg. Rendben van. Triple smoke. Shoot. Ja. Na, akkor. Én nem látok, hogy mi van. Mi? Én nem tudom, te csináld a pi... Hol vagy? Kell majdnem kivögtem a szemedet. Te. Sajt kell, jó? Kell sajt? Hol van? Sajt, hol a sajt? Várjál, mutatom a sajtot. Hol itt a sajt? Ez a sajt. Ez sajt. Ez ilyen kocka sajt, ilyen lakka sajt. Jaj, mikor én látom, én akarom megenni. De még tudod, mi kell hozzá. Mi? Most hova mész? Én tényleg már rendezek fejemet. Na! Mi most kell? Mi? Nem tudom, mi most kell. Most hol vagyunk? Csoki! Dehogy kell csoki! Milyen szósz? Milyen szósz? Hát én honnét tudjam, milyen szósz? Van a... De várjál, hát te mondod nekem, hogy hol barbecue. Van. Te irányítasz engemet, nem te irányítasz tégedet. Van barbecue szósz, tomátó szósz. Lukasz, te irányítasz engem, mondd, hogy mi hol van. Én nem tudom, hogy mi hol. Ilyen pizza, a pizza szósz utoljára itt volt benn középen. Na. Én... Ez az! Ja, le van tédve a teteje. Ja, az én te, én csukott szemben is tudok közlekedni. Na, várjál, hol tesszük? Na, hol? De itt! Ott! Minden máska! Ott a szemben! Ja, ott a... Úgyhogy még valami kell? Nem, még ott kell valami még? Minden. Nem. Bara. Na, minek nehetünk neki megint? Van a bejsz, sajt, helm és pizza szósz. Az minden? Az minden. Úgyhogy, most pedig nem más kell, mint kell kés. Kés, nem már kibököm a szemedet. Nem, nem. A kés az valahol itt van. Nem, nem, itt. Ott, kinyitjuk.
kinyitom. Hoppá, ez nem két. Nem már megvágom az ujjamat. Hoppá, a kés! Ilyen kényszer. Ezzel lehet, ilyen kenőkés kell. Ja, na. Ez miért ilyen? Nem ez a rendes kés. Nem. Ez a kenős kés. Ez a kés. Na, ott van itt. Nem, na. Mind a kettő az. Mind a kettő az, rendben van. Na gyere, hozzuk, én hozzam a... Belerúgtam. Kirakta ide a táskát. Hol a táska? Na, hogy te. Merre? Vagyis az asztal! Nem, hát itten csináljuk, ide raktuk a kamerát, te! A konyhába! Ja, hoz, de most én mit megálltam? Várjál, hol vagyok? Nézzük! Na, meg vagyok! Minden! Úgyhogy, na várjál, én megállítom ezt a kamerát, nem állítom meg, felhúzom addig a szememről ezt a valamit. Jaj! Na, és be kell indítani ezt a másik kamerát, látod, ide ki van nekünk rakva. Beindítjuk meg közben, kikapcsolt, mert nem vett semmit se. Leállítottuk a kamerát. Jó. Na, mivel kezdjük? Ide rakjál mindent közé. A helyem! A sajtot kezdjük. Ne, a helyem! A helyem! Süket vagyok. Opa! Sokával kezdjük. Most csak kinyitjuk a papírt. Kinyitjuk a papírt, inkább megtépjük a papírt. Ja. Mert sem valaki. Rendben nem van. Olyan gyors. Nem olyan gyors, lassan csinálj. És most mit csinálj? Ez a sonka, beleszagunk. Ez a sonka, ez füstölt sonka. Megmutatjuk a kamerának is, ha van itt a kamera. Ez a füstölt sonka. Hol a kamera? Ott a kamera. Én mutatom. Mutatod. Na, rendben. Na mi a következő? Füstölt. Na, csinálunk füstölt sonkás sajtot. Na! A sajtos. De most miért a sajtot kezdtünk? Mert én tudom, ez a pizza base. Kinyitjuk ezt. Ez? Ja. Na, kinyitjuk. Na! Sikerült kinyitani. Úgyhogy ezt addig ide letesszük. Ott van a picit papír. A papírra rátesszük. Rendben van. Megvan a pizzánk. Pizza szósz? Te. Ez ebben kettő van. Jaj. Akkor ezt addig letesszük ide. Egyet csinálunk, nem? Jó. Egy pizza szósz? Pizza szósz. Nem. Oly. Pizza szósz megvan. Vesszük. Lágos. Na. Lágos. Jó. Fogjuk a kést. Meglátom a kést, látom. Ja, én nem akarom hozni. Na miért nem megy bele? Na, hol a pizza? Nem mondtad, mi ennyit rakjak rá meg hova? Még? Nem. Sok még. Sok még kell rá? Ja. Nem, ára. Spread, slap. Na, közben a felvételt egy kicsikét meggyorsítottuk, ugyanis kenegettem egy jó ideje, mindenhova kentem. Nem! Apa, tetted az asztalon! Az azt? Oda is. Na, ennyi elég, már fél órája kenjük ezt a sajtot. Letesszük. Na, mi a következő? Hogy mi a következő? Ostod, ez a sajt. Nem, az az asztal! Nem látom, add a kezembe azt a sajtot. Jó van. Komolyan mondom. Na, addig ide felszeletelem. Hol a pizza? Belenyúlunk a pizzába. Nye. Hova? Mindjárt. Ja, nem ott. Oda. Ez a kezed volt. Na. Elég a sajt. Jöhet a sonka. Nem kell, pici még sajt. Ha nincsen több sajt, egyet hozták csak. Na. Sonka. Az pici nagy. Picit nagy. Hát akkor most mit csináljuk? Nem baj. Hol a pizza? Nem tudom, én segítek, jó? Pizza, jó, segítsek kicsikét. Pizzára rakom a pizzát. A pizzát, a sonkát. Ja. Va, kell még rá? De mutatod meg, hogy jó-e vagy nem. Kell picit valami, én segítek ezzel. Jó, segítség. Ennyi elég rá, vagy még kell rá sonka? Én gondolom, hogy az picit sok. Sicit sok, akkor ez kicsit ide vissza. Sicit sok. Na, akkor leveszem a kendőmet a fejemről, jó? Hát ez micsoda? Mutatom! Oda néz ilyen pizza le! Ilyen össze-vissza pizza! Te! Mutatom, mit csináltunk. Te, Lucas! Még szerencsén nincs itt a feleségem, mert ezt meglátnám, milyen mocskot csináltunk ide, komolyan mondom. Nem hiszem, hogy örülne neki. Úgyhogy én azt mondom, ezt gyorsan eltakarítjuk, ezt betesszük a sütőbe megsütni és megenni. Na, hogy csináltam? Sikerült megkeresíteni a kívást, vagy nem? Sikerült. Szerintem sikerült neked. Mi az, hogy nem? Hát csináltam pizzát, vagy nem? Amúgy a pizzát betettük, hogy most megvárjuk, még megsül, és amit megsült, megesszük. Én is kapok egy pontot. Te is kapsz egy pontot, mert te irányítottál. Úgyhogy itt a telefonom, olvasom tovább a kihívásokat.
Csak meg kellett látni, hogy hol tartunk. Olivier Székely, Tamás vagy Lukasz, 7 másodperced van, hogy lehúzd a WC-t és persze visszajönni. 7 másodperced van, hogy lehúzd a WC-t. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8. Várjál, most vagy gyorsan számoltam. Csináltam! Én aztán kicsiket gyorsan számoltam, mint ahogy a másodpercek mennek. Te várjál. Mi? Hát nem én húztam le a WC-t, hanem te. De én is akarom csinálni megint. Na minden, a Lukasznak akar egy pont, én meg futottam utána, úgyhogy nekem ez tudod mit jelent? Fél pont. Fél pont. Jól van. Jól van, fél pont. Na minden, a fél pont is valami legalább pont, de... Na minden, eddig te vezetsz, vagy én vezetek? Én. Te vezetsz. Aha, ma meglátjuk. Majd összeszámoljuk a végén, hogy ki nyert. Na, menjünk tovább. Máté, Verok. Olvasom a kívást. Tegyél, ó, te, 5 jégkockát a gatyádba. De nincsen, hogy mennyi idő. Úgyhogy hozzuk a jégkockát. Ja. Hozzuk a jégkockát. Mi a hűtőbe tartjuk a jégkockát. A jéghűtőbe úgy szerintem, mint mindenki más. Ott a jégkocka. Na, jó. Én nem tudok csinálni ilyet, én csinálok négy. Ott. Ó, mennyi jégkocka van ott. Jól van. De ez hideg lesz. Inét, hogy ne lehessen belátni a gatyádba. A bugyimba vagy? Én nem tudom, azt mondták a gatyádba. Oh! Na, mi van, hideg? Oh! Te... De most miért? Beteszem én, Tabin, beteszem. Hova? Oh! Hideg? Na mit oldjál már? Kettő! Kettő! Veszem a bugyidba! Tegyed be a bugyidba! Le fog fagyni! De ne üvöltsél! Gonna get frostbite! Na csináld! Négy! Utolsó jégkocka! Mi van, hideg? Aztán utána megmutatom, 5, tudod mit kell most csinálni? Itt meg kell ütögetni! Te! Na minden, most én jövök, de szerintem te rosszul csináltál ezt a kihívást. Azt mondom, arról volt a kihívást, tudod mit mondtak a kihívásba? Hogy rakd a gatyádba. Úgyhogy én hoztam a gatyámat, ami nincsen rajtam, és beleteszem. Úgyhogy nem mondták, hogy rajtad kell legyen a gatya, Lukasz. Úgyhogy nyugodtan, nem adj egy gatyát. Te, maradjál! Maradjál! Nem kérünk ilyen kockát. Te, a gatyádba. Nem mondták, hogy rajtad legyen a gatya. Te rosszul csináltad a kívást, nem értetted? Oj, te! Ki kapta itt a pontot? Te vagy én, vagy mind a ketten? Én! Te, jó van, ugyanis kioszlogassámon nem tudtam belerakni, egyet tudtunk vele rakni, ötöt nem, mindegy. Bár a kívásra nem mondták, hogy rajtad legyen, vagy nem. Úgyhogy... mindig hideg! Még mindig hideg, mi? Hideg, de... De, na mindegy, majd elmúlik, úgyis meleg van kint, olvasom tovább a kihívásokat. Többen mondtátok, hogy csináljuk meg a citrom kihívást, például BL Gameplay. Aztán... még nagyon sokat. A citrom kihívást tudod, hogy kellene megcsinálni? Ja, enni egy nagy citrom. Ja, de a Davis-szel. Kíváncsi leszek, hogy mit szólna a Davis. Ha visszajönnek... Ez lesz. Megcsináljuk a Davis-szel. Lehet, hogy szeretni fogja. Na, mi most? Úgyhogy, mi most? Csinálj citrom kihívást, kólába mártva a citromot. Cornél 02. A Davis-szel megcsinálják. Látod, mondtam, hogy sok a citrom kihívás. Énekelj, várjál, Dani, énekelj Lukasszel. Hát mit énekünk? Open Gangnam Star. Gangnam Star. Nem tudom, mit tudunk énekelni? Hullahó és hozik. Hullahó és hozik. Mici mackó fázik. De ez nem éneklés. Én nem tudom, nincsen szép hangom. All my friends are heathens. Miért? Én szálltam hangom. Na mindjárt, legalább a Lukasz énekelt. Én nekem még hangom sincsen rendesen énekelni. Jó, énekel. Én kapok egy pont. Jó, te kaptál egy pontot. És... Magda Ampoitan. Remélem, hogy jól mondtam a nevedet. Azt mondta, hogy Lukasz, ezt tetszeni fog neked, nyald meg a könnyökedet. Képtelenség megnyalni a könnyöket. Csinálom!
Nem tudod meg, az a hónod alja te, a könyöked az itt van. Szagoljuk! Dehogy szagoljuk! Vannak még ilyen kommentek még, hogy ugye ahogy mondtam, menjünk ki, nézzük meg a kengurukat, nézzük meg a koalákat. Délután, ebéd után oda fogunk elmenni, ahogy mondtuk. Aztán van itt még egy érdekes, ez nekem nagyon tetszett ez a kihívás, amint megtalálom. Az előbb itt volt, csak megint elnyomtam. Nem más mondta, mint Pisti Isti. Pisti Isti, jó a neve a Pisti Istinek. Menjetek el a családdal Ausztrália keleti partjának legszélsőbb pontjára. Az nem máshol van, mint itt tőlünk, nem olyan túl messze, ugye? Ja. Tudtad te? Vagy nem tudtad te? Én nem tudtam. Most már tudod. Itt van tőlünk nem messze, Byron Bay-be. Körülbelül olyan 2 óra vezetés. Megmutatom neked a térképen. Ugyanis lehet, hogy egyszerűen... Hát nem olyan térképünk, hanem a számító Google-ös térképen mutattam meg. Ez a kihívás tetszik. Ezt a kihívást Tonika fogjuk megcsinálni? Ugyanis ezen már gondolkodtam. Tonika, csináljuk ezt meg? Holnap. Holnap el fogunk menni a családdal, de... Úgy menjünk el a család, hogy a Davis az nem tud még velünk jönni, mert nem bír ki 2 órás utat az autóba. Ezért én arra gondoltam, hogy én megyek, a Lucas megy, a anyukám, apukám, az öcsém, és a Davis itthon marad a feleségemmel, vagy a feleségem itthon marad ugye a Davis-szel. Ugye a Davis még kicsi, és nagyon, ahogy mondtam, nehéz vele még utazni, de amint nagyobb lesz, ővel is el fogunk biztos, hogy menni. Te voltál már Byron Bay-be? Nem. Hát velem biztos, hogy nem, úgyhogy te nem voltál. Most leszel? Nem, mutatom neked ezt a térképet, csak hozom a széket. Tehát, mutatom neked, mi itt lakunk a Gold Coast-tól, látod? Egy kicsikét kijebb viszem a térképet itt Ausztráliába, hogy jobban lássátok. Na, kihoztam. Látod, itt van Ausztrália, vagy látod, itt van Új-Zéland, és mi itt lakunk ezen a részén, ahol van az ujjam. Látod? Ott lakunk. Ja, most vissza ráközelítek. Sydney, az itt van lent, látod, itt van Sydney, itt van Newcastle, ott van fent Brisbane, és Gold Coast pedig itt van Brisbane alatt 70 kilométerre. Úgyhogy megyünk közelebb. Ausztráliának látod, a legkeleti pontja az itt van. Tehát oda fogunk elmenni. És az nem más, mint Byron Bay. Úgyhogy, itt, mindjárt látod, itt van Gold Coast. És ott van a Byron Bay, lentok. Itt a Gold Coast, mi valahol itt lakunk. És lentok van. És Byron Bay itt van, látod? Itt ebben a csücsökben. Nézd, pici a mappen. Ja, hát hova húztam? A térképen egy kicsit kicsikének néz ki, elment. Itt van. Oda, a legvégére, oda ki fogunk állni, és annét fogunk kiabálni. Tehát, holnap reggel oda fogunk elmenni. Nagyon korán kell indulnunk, hogy odaérjünk. Ott fogunk körbe sétálni. A tengerparti kihívásokat ott fogjuk megcsinálni, ugyanis van egy pár tengerparti kihívás, és de érdekes napunk lesz holnap, de folytatjuk tovább, ugyanis még mindig van. Nézzünk videókihívást! Nézzünk videókihívást, ugyanis van videókihívásunk is, mutatom. Nézzük ezt, nézzük. Jó. Szia Tomi, menjetek el a semmi közepére, és fedezzétek fel az elhagyatott részeket. Nagyon jó videókat csinálsz, és köszönöm, hogy benne láttam a filmedbe. Na, semmi közepén. Régen már jártunk a semmi közepén, de délután megyünk a semmi közepére kengurút fényképezni, filmezni, kígyóra lépni, meg még sok érdekes dolgok, és fel fogjuk felezni a semmi közepét. Na várjál, megy a következő videó. Hello, szia, szevasz. Üdvözlök mindenkit. Nem láttam a szavályzatban, hogy én nem indulhatok, és ne érobazdámnak valami apróságot. Nos, nem is húznám az időt, gondolom észrevettétek, hogy én egy kutya vagyok. Az én kihívásom, hogy te és a Lucas keressetek egy kutyus, és mindketten simogassátok meg, tegyétek az apját vidámmá. Pacsi! Ez aranyos kis kutya volt. Ha látunk egy kutyát, ugyanis itt a házban állunk, egy pár emberek van kutyája, meg fogjuk simogatni. Rendben van? Jó. Utánozzatok a Lucasszal pár darab smiley-t. Ne. Nem az! Várjál, hogyan kell utánozni ilyen smiley-t, ilyen mosolyt? Milyen a film smiley? Én nem tudom. Fogom. Tudom, milyen a smiley? Én tudom. Ja, a film? Nem, ilyen. Na, utánoztuk a nevetést. Vagy én nem tudom. Ne hülyeskedj! Maradjál, ne csikázz! Na, amint kinevettük magunkat, utánoztuk a smiley-t, mutatom a következő videót. Hello, szia, szevasz! Hello, szia, szevasz! Ez bookfence volt, látod? Ez az igazi bookfence. Na, én tudom csinálni! Én tudom, hogy te tudod csinálni. A szóval tudom!
Ott tudom, hogy ott tudod. Hát én tudom, hogy te tudsz buffet. Na, megyünk tovább. Ne kell a Lukásszal a plázába, és Lukász szedjen föl valakit. Azt mondta, hogy menjünk el a plázába, bevásárlóba, és hogy szedjél fel egy lány, gondolom, hogy szedjél fel valakit. Hát én nem szedhetek fel senkit, ugye? Majd nem is nekem szólt a kihívás, nekem van ugye a feleségem. A Lukász, nem tudom. Erre nulla pontot kaptál! Menjünk tovább! Hello, azt találtam ki, hogy fussátok körbe azt a házat, ahol laktok, egyszer Lukásszal. Na, tudjuk csinálni, nem hiszem, hogy tudjuk csinálni, mert tudunk futni, de nem egész körbe, ugyanis itt az a rész, azon az oldalt, ahol van a másik ház, ott nem tudunk körbevenni. Tehát van egy ilyen pont, ahol oda el tudunk futni, ott zsák az utca, és vissza tudunk futni. De ma meglátjuk, tudunk futni, csak nem körbe. Sziasztok, Tamás és Lukász. Én azt a kihívást adom nektek, hogy keltek föl hajnali 4-kor, és menjetek ketten a tengerpartra, és fussatok bele a vízbe. Hajrá! Na, holnap reggel felkelünk, hogyha nem is hajnali 4-kor, de elég korán, és indulunk Byron Bay-be, Ausztrália legszélesebb pontja, keleti pontjára. Nagyon korán. Lehet, hogy reggel 4-kor kéne kelni. Te! Tudod, mi a baj? Mi? Én nem érzem a pizzát. Elindítottuk azt a sütőt? Nem. Ne hülyeskedj! Nem süt meg egyáltalán. Én meg szakolom, hogy mikor jön már az illet a pizzák, mert majdnem kilukad a gyomrom. Úgyhogy most gyorsan beindítjuk azt a sütőt, közben remélem, hogy hazaér a feleségem, és nem sokára is meg fogunk tudni ebédelni. Aztán folytatjuk tovább, lehet, hogy eszünk egy citromot, és utána pedig elindulunk nem máshova, mint a... Byron Bay-hoz? Dehogy Byron, holnap reggel megyünk oda. A semmi közepére kengurút fényképezni. Rendben van, semmi közepe, ilyen kengurus részvégül is a semmi közepe, majd meglátjátok nem sokára ebéd után, úgyhogy indítom ezt a sütőt, mert te kilukad a gyomrom! Milyen volt a pizza? Ne! Hát nem a legjobb, de azért nem volt 50%-os, nem volt olyan túl rossz szerintem, nem azért meg lehetett tenni. Hát legalábbis megettük. Úgyhogy az ebéd megvan, közben hazaért a feleségem, hazaért a Davis, és a Davis képzelet közben el is aludt, nemrég ébredt fel. Úgyhogy most nem más fogunk csinálni, mint a citrom kihívást. Rendben van? Nem csak mi ketten csináljuk meg ugye a citrom kihívást, hanem a Davis is meg fogja velünk csinálni, és kíváncsiak leszünk, hogy milyen képet fog vágni, ha egyáltalán meg is kóstolja. Ez lesz. Mi lesz? Azt szerintem már rossz lesz. Én csak rágondolok a citromra, már folyik a nyálas számba, komolyan mondom. Amúgy nem citromunk van, felaprítottam, hanem lime-unk van, de a citrom meg a lime ugyanaz. Ilyen picikére, tehát az egészet azért nem kell ugye megenni. Már most folyik a nyál a számba. Úgyhogy addig még a Davis most öltözik. Úgyhogy egyet, na! Na mi van? Mit? Te harapj, nem a külsét, a belsét kell megenni, te! Mi van? Nekem már folyik a nyál a számba! Te, én még meg se kóstoltam, na várjál! Ó, ezt tudod mihez jó? Mivel jó? Tekilával. Azzal nagyon jó a tekilával. De neked... Ja, jön a Davis is! Oh! Ja, nézd, megjött a Davis! Nyuszi, meg akarod próbálni? Tessék! Fogjuk, neked ilyen kisebbet vágtam. Na, most miért ütötted le, Nyuszi? Nézd, így meg kell nyalni, látod? Ja, itt is van egy, az az enyém. Kész? Megnyalod? Nem! Hát miért nem? Egy picit? Nem kéri, oda néz! Úgyhogy akkor nem fogsz ám nyerni, Nyuszi. Hova mész? Ha? Mi helyzet? Ott a citrom, kéred? Nem? Hát ha nem, akkor nem. Ne. Na jó van. Akkor a Davis elvett citromot.
Most ki nyert? Megpróbáltuk mind a ketten, bár nem ettük meg. Én! Te! Miért te megette? Én nyertem! Ne, te megette? Én megettem! Ez megette! Hát hogyan csináltad? Te! Jó! Ha. Tudom enni mindezt, azt is! Azt is! Hogyan tudod megenni? Te! Te nyertél! Ezért adok neked egy pontot. Arra kettő pontot, ott már két pontod van, még azt is megeszed, már lesz három pontod. Hogyan tudod megenni ezt a citromos lime-ot? Te! Engem csak folyik a nyál a számon, megérek nyelni. Egyesik a citromot, adok neked három pontot. Nézzük tovább, ugyanis még van kettő darab videónk. Legalábbis azt hiszem, még több videónk van, de most kettőt megnézzünk. És a feleségem is nem sokára bent lesz, ugyanis azt is kell csinálnunk egy kihívást. Hello, szia, szevasz! Az én kihívásom az lenne, hogy tanítsatok meg bármilyen magyar szöveget a kedves feleségednek. A kihívás akkor teljesült, hogyha az általa mondott szöveg az magyar fülnek is felismerhető. További jó videózást kívánok! Szia! Tehát, nem sokára jön a feleségem, azt mondom, hogy bent készülődik. Alig megnézzük a másik videót is, ugyanis abba az nekem szól, meg a Lucasnek szól, nekünk együtt. Te még mindig citromot eszel? Vagy lime-on? Ez a harmadik. Harmadik? Te hány pontot akarsz? Komolyan mondom. Három. Én ebbe a játékba veszteni fogok. Na, nézzük a másikat. Hello, szia, szevasz. Neked meg Lucas-szel csak annyi lenne a feladatod, hogy ilyen furcsa pozokat csináltak igazából, hogy például, hogy most te megfojtod Lucas-t így, csak így viccvel, vagy esetleg fordítva. És igazából ennyi lenne a lényege is valahogy, ahogy jól emlékszel, az a lényege, hogy meddig bírjátok ezt csinálni röhögés és mozdulatlanság nélkül. De úgy, hogy ez a videóban ne hallatszódjon. Üdvözlök mindenkit, aki ismer engem, osztálytársaim, barátaimat esetleg, és sziasztok! Úgyhogy, most nem más csinálunk, tudod mit csinálunk? Mi? Megfojtalak! Gyere ide! Én ezzel mind azt a... De várjál! Azt mondták, hogy csöndbe kell maradnunk, és nem szabad úgy csinálni, na minek? Azért kaptunk erre is egy pontot, nem? Megjött a feleségem, aki itt ül velettem, és meg fogjuk tanítani most magyarul. Valami egyszerűvel fogunk kezdeni, rendben van, Lucas? Jó van, én is vagyok. Te gyere, te is ügyél le, ide leül az egész család, kijöjjön a Davisot, játszik egymagával, már mindjárt ide fog jönni. Hello, szia, szevasz! Hello, szia, szevasz! Látod? Beszél magyarul! Tévét nézünk! Tévét nézünk! Tévét nézzük, mondom! Ha, na megérkezve a Davis is, ő is tanulni fog talán valamit. Bugyi! 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 Mit sütsz, kis szűcs? Mit kütsz? Mit sütsz? Mit sütsz? Mit sütsz? Kis szűcs! Kis kütsz! Kis kütsz! Mit sütsz, kis sütsz? A Davis is élvez itt a dolgokat. Moszkvics, Moszkvics, Schlusskulcs. Moszkvics, Schlusskulcs. Schlusskulcs. Úgy, csók. What? Csók. 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 Na, csók. You just say the word csók. Vizesés. Vizes. Vizesés. 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 Szeretlek. Szeretlek. Én is szeretlek. Én is. I know how to say that. Na, megcsókoltam mindenki egymást, úgyhogy... Ja. Ülő garnitúra. What? Ülő garnitúra. Ülő garnitúra. Ülő garnitúra. Ülő garnitúra. Én is tudom mondani. Ülő garnitúra. Erkély. 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 Ez könnyű volt. Autó. Autó. Elmegyünk a boltba. 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 Elmegyünk. Tengerpart. 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 Számítógép. Számítógép.
Számítógép. Számítógép. Cipőfűző. Cipőfűző. Gyere, Nuszi, gyere te ide! Szóval, ahogy láttátok, a feleségem tud beszélni magyarul, hogyha akar, legalábbis tudja utána mondani a szavakat, csak azt nem tudja, hogy mit mondott. Úgyhogy ezt a kihívást teljesítettük, Lukas, teljesítettük, hol vagy? Hol vagy? Itt vagy, ott vagy lent. Ezt teljesítettük. Úgyhogy, várjál, van egy ötletem. Kihívás. Úgyhogy most nem más fogunk csinálni, mint összeszedjük magunkat, Lukas, összeszedjük magunkat, és elindulunk a semmi közepére, innét tőlünk nem túl messzire, és megyünk fényképezni kengurut, filmezni kengurut, koalát, kígyót, meg sok egyéb más, úgyhogy összeszedjük magunkat, és elindulunk. Meg tudnám mondani nekünk, hogy hol vannak a kenguruk? Halló? Beszél magyarul? Elnézést! Do you speak English? Sprechen Sie Deutsch? Ez a kenguru nem beszél magyarul. De még angolul sem. Megérkeztünk ide a kenguruk földjére. Mutatom, mennyi kenguru van itt. Oda néz! Nézd, látod, ott van egy, ott van a távolban még egy, meg ott ülnek bent. Próbálunk egy kicsit közelebb menni hozzájuk, és lefilmezni őket. A kihívás úgy szólt, hogy le kell filmezni egy kengurut vagy kettőt, meg kell őket simogatni, lehetőleg. Ami a rettentő sok bogár van. Meg tudod, még mindig nagyon sok van itt? Lukasz, bele ne lépjél. Ja, a kenguruk, aki te, mindenhol itt a földön. Na szervusz, na mi helyzet? Mit eszel? Ott van egy kisebb. Látod azt a kis picikét? Ja, aranyos. Nem hiszem, hogy meg fogjuk tudni simogatni, de közelebb fogunk menni hozzá egy kicsikét. És... el tudom, hogy elfutnak. Nézd, látod? Elmegy. Annak amúgy van a hasába valami. Nem a hasába, ott bent. Látod? Az erszényébe. Kis kenguru. Na jövünk közelebb. Elment. Oda nézd, elment. Hiába. Úgyhogy ezt a kihívást azt hiszem, hogy teljesítettük, ugyanis lefilmeztük, jön a bogár, lefilmeztük a kengurut, úgyhogy most megyünk tovább, és megsimogatjuk, nem sigattuk meg őket, de a bogár, nagyon sok bogár van mi nálunk, ilyen légy, olyan bogár. Megsimogatni nem tudtuk, de szerintem nem is fogjuk tudni, megetelt is se, de meg fogunk vele próbálkozni, ugyanis itt előttünk mutatom. Ott, oda nézd, mennyi kenguru van megint. Ezek olyanok, mint a madarak, oda belefutsz és mindenki elugrál mindenfelé. Csak ezek nem repülnek, hanem ugrálnak. Aztán, mit kell még csinálni? Kólát kell nézni, ja, meg... azok van bent ott. Ja, ott bent, arrafelé vannak kólák, azokat is megnézzük. Meg még kígyót kell keresni, amivel nagyon remélem, hogy nem fogunk találkozni. Ja, de én azt nem akarom teljesíteni, a kígyós kihívást. Menjél lassabban a Lábujjhegyen, és oda mégyünk hozzájuk, hát el tudunk egyet kapni, és megsimogatjuk. Lukasz megy közelebb a kengurukhoz, csak nem mer nagyon oda menni, mert azt hiszi, hogy meg fogják boxolni. Mondtam neki, hogy nem kell félni, de oda néz, hogy nézi az a nagy jobbacska. Ezek nem azok a nagy, piros, nagy kenguruk, ugye ezek azok a kisebbek, úgyhogy ezektől annyira nem kell félni. Látod? Nem megy el. Na, azt hiszem, hogy megijedte picikét. Jövök én is, ne féljél! Mi van, megijedtél? Nem kell félni. Ezek a kenguruk, ezek nem bántanak, azok a nagy, kétméteresek, azok tudnak boxolni, de ezek aranyosak. Nézd, gyere ide, nézd, mi van nálam. Elmegy! Semmi van nálam! Hova mész? Tudom, hogy nincsen semmi nálam, de ő nem tudja, hogy nincsen semmi nálam. Talán az ott, látod? Azok értelmesebb fejet vágnak ránk. Azt látom.
Na, felvágaskodott. Gyere ide! Gyere, nem bántunk! Nem bántunk, nézd mi van nálam! Füvecske! Ott, elugrál! Azok is elugrálnak! Tudod, mi idegesítenek engem, Lukasz? Ezek a legyek állandóan rámásznak az orromra, a kezemre, a kamerába, a mindenhova. Rettentően idegesítenek. Úgyhogy most megyünk tovább és megnézzük ezeket a koalákat, amik ugye nem itt lent vannak itt a földön, hanem átlába a fa tetején ott alusznak. Na, nézd oda! Ide érkeztünk a kengurukhoz és meg sem moccannak. Körbevettek minket. Még a végén meg fognak támadni. Nézd, akarja hasát. Gyere ide, megvakarom neked. Nem? Elmegy. Te? Nézd, belemászik. Látod? Belemászik. Na, mi helyzet? Mi? Mi helyzet? Belemászott az erszényébe a kisebb kenguru. Látod, de aranyos? És elmegy. Megérkeztünk ide erre a fás részre, látod? Itt mögöttem. Itt már körbenézhetünk, ugyanis előfordul, itt már van a kenguru. Koala! Már nem azt mondtam, hogy kenguru a fa tetején. Kenguru a fa tetején nincsen, de koala az már előfordul. Ja, de ez kenguru. Nem a fa tetején, hanem ott előttünk. Szervusz! Megyünk tovább. Nézd, oda van írva. Koala! Látod? Try. Úgyhogy arra megyünk. Hova? Ez is elmegy. Miért van itt? Mert betévedt ide a koalákhoz. Jött látogatóval. Na. Amúgy ezek a kenguruk nem bántak, ezek nem azok a nagy, piros, nagyon nagy kenguruk, ugye azok a nagy izmosak, amik néha megbuxolják az embereket, meg egymást. Ezek azok a kisebbek, ezekre nagyon nem kell félni. Mitől félsz? Mitől félsz? Itt nincs. Én tudod, mitől félek itt? Én a kígyótól félek. Oda néz, hol megyünk át. Látod? Tudod, mi van ott benn? Hát sose lehet tudni. Kígyó az biztos. Látod, ez milyen fás növényzet? Félős! Olyan félős, mint a filmekben, olyan komolyan mondom. Na mindegy, megyünk tovább. Aztán Lukasz, tudod még mi másról kell félni? Hol vagy? Attól, hogy nehogy véletlenül eltévedjünk, azt nem találunk vissza az autóhoz, ugyanis ez egy ilyen rettentő nagy ilyen szabad park, itt vannak koalák, kenguruk, kígyók, ugye mindenféle fajta dolgok, és még mindig megyünk erre felé. Ha lemész itt az útról valamerre, nagyon könnyen eltévedhetsz, és nem találunk vissza, de azért nem megyünk mi nagyon le erről a sávról. Hallod? Mindig rámegy ide a bogár, fel kell fújni. Már mi nem a bogarat, hanem le kell fújni a bogarat az orromról. Kóla? Most már biztos, hogy lesz itt kóla, ugyanis az volt kiírva a táblára, hogy itt lesz kóla. Nézzük itt a fa növényzetet, nézzük itt fent, de sehol nem láttunk eddig még kólát. De most lehet, hogy vagy nincsenek, vagy nagyon rossz a szemünk. Lukasz? Látod? Én nem látom. Valahol ezeken szoktak itt ülni, de sehol nem látunk. Én azt hiszem, hogy Én azt hiszem, hogy kisétáltuk magunkat, tehát ez a sok szúnyog meg a bogár mindenhol csípnek, legalábbis engemet. A kólát nem sikerült ugye lefényképezni, meg lefilmezni, de legalább kaptam. Na, kengurút az sikerült. Most még nem más fogunk csinálni, mint hazamegyünk, mert reggel tudod, mit csinálunk, Lukasz? Mi? Korán kelünk, mert nem más van, mint Ausztrália legkeleti részére, és ja, reggel 4-kor, 5-kor, de hogy mennyi szúnyogbogár van! De reggel korán kerünk, és megyünk Ausztrália legkeletibb részére, nem máshova, mint Byron Bay-be, ott fogunk egy pár fényképet és videót készíteni. Úgyhogy amint odaértünk az autóba, iszunk egy jó nagyot, ugyanis én rettentő szemes vagyok, mert nem hoztam el magammal a vizemet, meg Lukasz tese, így mentünk el gyalogtúrára. A szüleimhez, mindig egy kicsit olyan fáradt vagyok, komolyan mondom, nem tudom látni a szemeimen, vagy nem, de
Én nagyon remélem, hogy megvan mindenünk, és én mindent összeszedtem, amit gondoltam, hogy viszünk magunkkal. Te hogy aludtál az éjszaka? Jó. Jó? Akkor jó. Álmos vagy még te is? Picit. Picit? Jó, látom a szemem. Oda nézd, milyen a szemem. Te. Úgyhogy most felmegyünk a szüleimhez. Összeszedjük őket, utána elmegyünk, az öcsémet is felvesszük, és elindulunk Byron Bay-be. Az idő az egész, ilyen meleges az idő. Süt a nap, amennyire lehet látni. Látod? Kicsit fárős, kicsit süt a nap. Ott. Úgyhogy, az autót ide leállítottam. Itt jó helyen lesz. Valószínűleg a szüleim autójával megyünk tovább, mindenki bele fog férni. A miénkben valószínűleg nem, mert benne a gyilekülés. Úgyhogy, húzzuk a szemüvegünket, visszük a táskánkat, és indulunk. Byron Bay felé felvettük az öcsémet is, én itt ülök hátul az autóban, hogy látjátok, nem mással, mint anyukámmal és a Lucas-szel. Még körülbelül egy ilyen másfóra biztos, mire odérünk. Amúgy képzeld el, tudod, hol jöttünk most át? Láttad? Nem láttad? A határon, az államhatáron, ugye mi Queenslandben lakunk és Byron Bay. Mit? A zoo. Államhatár. Az mi? Nem állatkert. De. Mi államhatár? A határ. Mi Queenslandben lakunk, és Byron Bay, New South Wales-ben van, az egy másik állam. És most ott volt az a piros, láttad az a piros valami, az azt lehetette, hogy ott a határ, úgyhogy most átjöttünk, itt egy órával több van, mint mi nálunk. Na mindegy, még mielőtt odaérünk, megnézzünk még, van három, ugye három kihívásos videónk. Ja. Na, kézzel beérkeztünk az alagútba, tudom miért az alagútba? Mert a repülők ott mennek fölöttünk. Itt a repülőtér bal oldalt. Kicsit elsötétettünk, hogy mindjárt kérünk az alagútból, látod? Na mutatom, itt van a telefonon, csak meg kell keresni, hogy hol van ez a videó. Na mutatom az elsőt! Szia Tamás, 1000 feliratkozó óta nézlek, és te vagy a kedvenc videósom. 2, nem 3 feladatot találtam ki neked, plusz egy kérdés. Az egyik az, hogy menjetek el egy erdőbe vagy egy parkba, felülem mindegy, akárhova, és filmezzetek le egy kólát. A másik az, hogy kóstoljatok meg, vagy nyeljetek le egy eukaliptusz levelet. A harmadik pedig az, hogy menjetek el Lukasszal, vezessetek el egy hegyre, egy erdőbe, és mutassatok be videóba egy nagyon szép kilátást, például Gold Coastra, vagy egy völgyre, vagy valahova. És a negyedik, ami egy plusz kérdés, hogy azt szeretném kérdezni, hogy voltál már Burnbe? Szia! Na! Oppá, belementünk egy gödröcsbe! Filmezzünk le kollát! Ott le tudunk filmezni kollát, ugyanis át kell menni egy ilyen erdő, sávos részen, és a szerencsénk lesz, le tudunk filmezni egy kollát, rendben van? Úgyhogy te nézel a feltetőket, én fogom a kamerát, és megpróbálunk egyet lefilmezni. Eukaliptusz levelet! Azt nem tudom, hogy eszünk-e. Akarsz te eukaliptusz levelet? Ma meglátjuk, nem hiszem, hogy eszünk, aztán mi volt a harmadik? Várjál, volt egy harmadik, azt mondjuk egy kilátást, egy szép kilátást, azt fogunk tudni filmezni, úgyis fel kell menni így a tetőre, már nem a tetőre, hanem a hegytetőre, és ott le lehet nézni az óceánra, a tengerpartra, úgyhogy ezt szerintem teljesíteni fogjuk tudni teljesíteni. És utolsó kérdésre, bár szeretnék válaszolni, voltam-e már Melbourne-ben? Én voltam Melbourne-ben, te még nem voltál Melbourne-ben. De majd megyünk Melbourne-ben. Úgyhogy, menjünk a következő videóra, de ez ilyen érdekes kihívás volt. Szia Tamás, nekem az lenne a kérdés, nem is kérdés, hanem mondtad, hogy küldjünk ilyeneket, hogy menjétek el a városba, és egyetek, hát a Lucas-szel, nem tudom, sok csípős kaját, és kibírja ki, nem tudom, tovább, igen, kibírja tovább, hogy csípőst eszik. Hát igen, ez valami kihívás, fél eszünk, nem tudom. Hát igazából, annyit szeretném mondani, tökök a videóid, folytassad, meg hogy örülök, hogy van egy ilyen más országból, hát ilyen tartozó emberkel, aki most itt videózik is, a kedvenc videósnak,
Jól megy. És szerintem tuti el fog érjem, hogy talán egy év, vagy fél év, vagy egy hónap, nem tudom, a 100 000-t, és köszönöm, hogy videózol. És... Szia. Nem a városból, kimegyünk a városból, de nem reggeliztünk. Én kezdek ilyes lenni, úgyhogy csípős reggelit fogunk reggelizni, hogyha lesz valahol ilyen. Rendben van? Milyen? Csípős krumplit, vagy csípős hamburger, vagy nem tudom, hogy meg fogunk ezzel próbálkozni. Hát tudjuk kapni most! Most! Kezdesz ilyesedni? Ja, én nem reggeliztem. A Lukas sem nagyon reggelizett, legalábbis egy kekszet ettem, vagy két kekszet, te is ilyen egy kekszet, két kekszet. De, na mindegy, úgyhogy még lehet, hogy még mielőtt odaérünk, meg fogunk állni. Még mindig jelenleg itt tartunk az autópályán, nem sokára majd le fogunk menni balra felé, nem jobbra felé. Amúgy a tengerpart ott van azon a felén, csak most nem lehet látni, mert itt van ez a fa növényzet mi mellettünk. Úgyhogy folytatjuk utunkat tovább! Megálltunk egyet, még nem mondjuk Byron Bay-be, csak megálltunk egyet, majdnem fél úton jön, és a Lukasz úgy döntött, hogy hol kell menni. WC-re. Elmegyünk, pöslantunk egyet, és megyünk tovább. Ami vannak ilyen sok ilyen kiállók itt mindenfelé, itt a főúton, a mellékúton, ilyen pihenőhelyek. Megmutatom, hogy néz ki. Van itt WC, játszótérre, lehet itt ülni, enni. Várjál, beszobult a lábam, látod? Gyerek! Na is jössz? Neked nem kell? Nem. Akkor csak ketten megyünk, másnak senkinek nem kell jönni. Mutatom, hogy mi van itten. Van itt egy ilyen játszótér. Na, hogy játszom? Na, most nem játszunk, mert nincs idő. Van itt egy ilyen pados. Oda nézd, milyen tábla van itten. Te! Azt mondod írva, hogy nagyon vigyázni kell a kígyókkal. Lukasz, mit csinálunk? Elmegyünk azért WC-re? Mi? Vigyázzál, hova lépsz. Én mondtam, hogy vannak nálunk kígyók, veszélyes kígyók. Megharap a kígyó, és van körülbelül 10-15 percet. Ami itt a WC. Látod? Honnét jöhetnek a kígyók? Mi vagy te kutya? Ugatsz mind a fene. Na, bejöttünk a WC-re. Mutatom, hogy néz ki. Itt a bejárat. Vigyázz a kígyóval. Mit? Jaj, ilyen koszos WC, de oda kell belepislantani. Amúgy van itten kézmosó is, van itten tükör is. Úgyhogy most egyet pislantunk. Itt, amit kell nézni a tetőt is, látod? Mert itt is bejött a kígyó, meg ilyen nyitott. Én rettentően félek a kígyóktól. Rendben vagy? Hol vagy? Rendben vagy? Ja. Na, úgyhogy végeztünk, megyünk tovább. Amúgy ilyes vagy? Ugyanis én kezdek egy kicsikét ilyesteni, nem is kicsikét, ugye lehet, hogy meg kell állni. Amúgy az idő az jó, oda néz. Látod, szépen süt a nap. Ahhoz képest, hogy milyen felhős idő volt reggel, szépen elmennek most a felhők. Kezdtünk ide, Byron Bay-be, végre ide érkeztünk. Na, hogy utaztál? Mi van? Megálmosodtál? Jó. Ugye ez egy ilyen kisebb város, vagy falus, ilyen tengerparti falu város, nem tudom, hogy mondjam. Látod? Úgyhogy, most nem más fogunk csinálni, mint kiszállunk, és legelőször elmegyünk valahova, eszünk, vagy nem tudom, mit csinálunk legalább, és ugye eszünk? Jó. Ugyanis én kezdek ilyes lenni. Aztán utána meg gyaloglunk, kiegészen a leges legvégére. Úgyhogy induljunk. Mutatom neked, innen gyalog kell amúgy menni. Oda nézzél, látod, ott van lent a tengerpart. Ott lehet majd szörfözni, meg úszni is. Bár sok minden itt a falövényzetre nem lehet látni, innét most nekünk el kell gyalogolni arra felfelé. Azt mondom, hogy a többiek elmentek. Ott mennek, látod, gyorsan utolérem őket. És itt a hegy mellett, ezen a hegy oldalban itt kell felfelé menni, egészen odáig a világító toronyig.
Mi felfelé megyünk, lehet menni lefelé és oda, látod? Majd ha visszajöttünk oda, lemegyünk a partra. Amúgy itt lehet látni bálnákat is, hogyha szerencsés vagy. Készen vagy a gyaloglásra? Mindenki készen van, itt van majdnem az egész család, úgyhogy most elindulunk. Nem tudom, hogy mennyit kell gyalogolni. Szerintem egy olyan 500 métert, azt mondja anyukám 500 méter, akkor nincs olyan túl messze. Csak az a baj, hogy felfelé kell menni ilyen lépcsőket. Látod, itt mászni kell, felfelé, felfelé. Most ettünk, úgyhogy most le is adjuk, amit eddig megettünk. Aztán, amit kell csinálnunk, Lukasz, tudod, mit kell csinálnunk? Hol vagy? Kólát kell nézni, hát, hogy találunk kólát a fanövényzet tetején, bár nem hiszem, de sose lehet tudni. Csípős kaját nem tudtunk enni, ugyanis nem volt semmiféle fajta csípős kaja. Amúgy én szeretem a csípős ételeket, a Lukasz az nagyon nem szereti egyáltalán. Na lassan felérünk, látod, ilyen a kilátás innét félútról. Otthon szörföznek a távolba. De elég nagyok a hullámok arrafelé. Amúgy az a jó az egész, hogy ki van itt építve, látod? Ilyen fás valamivel, járdával. Ez egész, vannak lépcsők, tehát nem kell ide bemenni, ide a fás növényzetre. Amúgy itt ki van írva, hogy mire kell vigyázni. Ott van a legkeletibb része Ausztráliának, látod azt a pontot? Ugye oda fogunk mi kigyalogolni, és onnét, ha lenézzünk a tengerbe, a tengerpartra. Aztán kicsit lehet, hogy nagyon picit tovább gyalogolni arra a köves részre, de oda nem hiszem, hogy át fogunk gyalogolni, mert ha ott belesel a vízbe, te, hát... Oda nézzél, mekkora hullámok vannak, látod? Te! Ja, oda bemenni, ottan fürdeni egyet, úszunk majd, nem? Amúgy oda, utána fel tudunk gyalogolni, ott is van egy ilyen kinéző. De mi még gyalogunk tovább, és mindjárt odaérünk. Már csak pár lépés, olyan mondom, el sem hiszem, mindjárt ott leszünk a tetején, Ausztrália legkeletibb részén, az életben nem jártam még itt. Lépcsőzünk, látod? Oda felfelé. Ugyanis le kellett egy kicsit jönni, meg most nagyon oda fel kell menni. Amúgy bálnát még mindig nem látunk. Kólát se láttunk. Az öcsém, ő megy elő, látod? Amúgy tudod, mit csinál? Itt fél, mondja nekem, hogy nehogy kígyó legyen, mert ő is rettentően fél a kígyóktól. Itt nézzünk mindenfelé, látod, itt be a bokrosba, de nem láttunk még kígyót. Remélem, hogy nem is fogunk látni. Mondtam neki, hogy nem kell félni a kígyóktól. Tudom, hogy én is félek a kígyóktól, te is lesz a kígyóktól, de nem kell félni a kígyóktól. Ugyanis nem hiszem, hogy lesz kígyó. Hogy lesz kígyó, akkor meg maximum jön a hentő helikopter, aztán kivend minket. Na, kezdte kifáradni. Hallod a hangomon? Várjál, jön az öcsém, próbálom utolérni. Nem tudom leelőzni. Felérkeztünk, itt vagyunk a világítótoronynál, ott látod a áttérve? Ami itt is van egy ilyen kilátó, de bálnát még mindig nem láttunk sehol se. Ó, te mutatod neked, ekkora ilyen nagy szakadék van itt. Oda nézzél, látod? Te, onnél valaki leesne, jó beütné magát, az biztos. Amúgy itt körbe lehet sétálni itt a világítótoronyon, körbe-körbe, látod? Sokan feljönnek ide, kinéznek ugyanúgy, mint mi. Csinálok egy fényképet, egy videót, aztán mennek tovább lefelé. Hogyha most itt pihenünk egyet, aztán mi is megyünk tovább lefelé valószínű. A Lukasz az egy kicsit elfáradt, azt mondta, hogy többet nem fog most gyalogolni. Túl sokat kellett lépcsőzni, az a baj.
Visszajöttünk az autóhoz, úgyhogy most nem más fogunk csinálni, mint átöltözünk, aztán lemegyünk ide, látod oda le a tengerparti részre. Átveszem, ha mutatom a fölsőmet, hoztam ezt az úszófölsőt, látni ilyen szép piros, ez nem tud átázni, azért hívják ilyen úszós fölsőnek, ugye. Azért rakom fel, nem csak ilyennek sokan, hogy ne égjen le nagyon ugye a bőröm, mert nem kentem be itt a hasamat, meg itt a mellemet, a nagy cicijémet. Úgyhogy ezt fogom felhúzni, nem csak én, hanem a Lucas is, apukám is, az öcsém is, mindenki. Aztán menjünk egyet megnézni ezt a vizet, és nézzük a többi kihívást. Reszkető, remélem, hogy jól mondom a nevét. Kihívás, a homokból csináljatok homok embert vagy hóembert. Hát hóembert az biztos nem, de homok ember van, lehet, hogy megpróbálkozhatunk. Aztán már mondom a következőt. Freddy Balázs. Menjetek el a tengerpartra, megjöttünk a tengerpartra. Te és a Lucas, mi? Cipő nélkül menjetek 10 másodpercig. Majd menjünk cipő nélkül 10 másodpercig. Mondd a nevem, Néci, amúgy üdvözlöm a családodat. Úgyhogy bemondjuk a nevedet. Freddy Balázs. Majd ott lent is bemondjuk a vízbe, rendben van, mert ott mondta. Jó. Úgyhogy aztán nézzük az utolsót. Ez lesz a kedvencünk szerintem. Rohanjatok bele a vízbe! Ruhástól! Van rajtunk ruha, úgyhogy szerintem belerohanhatunk így nyugodtan a vízbe. Igaz, hogy úszóruha, de az is ruha, úgyhogy megyünk? Jó. Rohanunk, aztán építünk, és úszunk egy jó nagyot. Köszönjük a fürdést, egy kicsit elfáradtunk, komolyan mondom, főleg a Lucas. Mennyire fáradtál-e? Sokat! Úszni, sétálni, eléggé elfáradt. A víz amúgy egy kicsit hideg volt, főleg az elején, aztán utána nem annyira volt hideg. A víz az nem is volt hideg amúgy, csak a tested, az volt egy kicsit túl meleg, aztán amúgy kellemes volt a víz. Amitől mi itt a furcsa? Vagy tudod, mi volt itt a furcsa? Az, hogy nincsenek életmentők, úgy, mint mi nálunk a Gold Coaston, és senki nem nézi a partot, hogy ki akar belefulladni. Ezért van az, hogy hetente vagy két hetente egy embert elvisz a cápa, mindig benn van a hírekben. Főleg inkább a szörfőszösöket, akik itt belemennek, és belearap a cápa egyet a lábukba, úgyhogy vigyázni kell velük. Ahogy a kívásokat megcsináltuk, majdnem mindegyiket. A hóembert azt nem építettünk, de a homokemberrel még megpróbálkozhatunk ott lent. Rendben van? Levelet, eukaliptusz levet azt nem ettünk, bár még azt is ehetünk, úgyhogy én azt mondom, hogy most pihenünk itt, iszunk egyet, és... Visszamegyünk az autóba? De még mielőtt visszamegyünk az autóba, elmegyünk, aztán építünk egy homokembert, nem hóembert, homokembert! Homokember, a Lucas és apukám neki álltak megcsinálni, már majdnem befejezték, csak most keresnek neki egy orrot, meg egy szemet, mutatom. Oda nézzél, majdnem készen van, itt van az orra, ott van neki egy gombja, a két keze, és még keresünk valamit neki, várja. Találtál valamit? Valamit? Várja, apukám hoz mégis csak valamit magába. Na nézd meg, van neki a kettő darab szeme. Ez micsodája? Ez micsodája? Az egy gombja. Hol az orra? Ki vetted a szemét, te? Miért vetted ki szemének a szemét? Most nem lát semmit se. Amúgy tetszik nekem a keze. Na mindegy. Apukám megint hozott valamit.
ott van. Ez mi a gombja? Apa, mit csináltál? Gombot. Gombot. Apa, kell lenni itt black. Az óra, ott a két szeme, és... Apa, kell lenni black a gomb. Leesett a feje, te! Jött a hullám, és leesett a feje. Elvitte a víz, Lukasz. Jött a hullám, és elvitte a víz. Na mindegy. Úgyhogy én azt mondom, ezt a kívást azért teljesítettük, nem, Lukasz? De, hogy ne teljesítettük, vagy én azt mondom, teljesítettük. Max keze nem volt neki rendes. Apukám visszaépítette, a Lukasz talált egy ilyen tollat, úgyhogy most ez az egykezű homokember. A Lukasz még mindig keres valamit, a másik kezet keres hozzá, én azt hiszem. Apukám közben mossa a kezét, tiszta okos volt a keze, úgyhogy lemosta a vízbe. Na várjál, talált valamit. Mit talált, apukám? Mit találtál? Lehet, hogy kagylót, vagy kavicsot. Mit találtál? Két nagy szemet. Na, látod, Lukasz? Úgyhogy ez a kihívás teljesítve, nem elsőre, de másodszorra újraépítve megépítettük a homokembert. A Lukasz elment megmosni a kezét, úgy, mint apukám is. Úgyhogy én azt hiszem, hogy átnézek erre a túlfelre, ide, erre a sziklás részre. Megnézzük, hogy mi van ott. Na, átsétálok ide erre a sziklás részre, ugye, és engem érdekel, hogy mi van itt. Mutatom nektek, hogy hol járok amúgy. Látod, ilyen sziklás, arra felfelé, ott lehet körbe sétálni megint. Az előbb nem innét jöttünk, hanem onnét a túloldalról. Ott van, látod, a világító torony fönt. Közben én, apukám is, a Lukasz az nem tudom mit csinál, megy visszafelé a vízbe, biztos megmossa a lábát, és tiszta, odanéz, látod ezt, hogy milyen színű, ilyen zöldes, algás, vagy nem is tudom ezt, hogy mondjam, látod? Odanéz milyen. Elsétálok itt egy darabig, megnézzük, hogy mi van erre, bár szerintem sok minden nincsen, csak ez ilyen sziklás, vizes rész. Vigyázzál, mert bejön a víz! Elindulunk visszafelé, mert kezd feljönni a víz. Itt látod? Lukasz már majdnem ellepte. Félig tiszta üres lett a gatyája. Hoppá! Várjál! Oda nézz, milyen halatta látunk visszafelé. Így felfújta magát, látod? Vagy mindjárt visszaadja a vízbe, valószínű. Vagy nem. Olyan, Max, ha jön egy nagyobb hullám, akkor lehet, hogy visszaadja. Mi nem szabad megfogni, mert... Hallod, milyen hangot van? Sír. Sír. Én nem hallom, hogy sír, de apukám hallja, hogy sír. Miközt te hallod, hogy sír? Itt vagyunk nem máshol, mint a parkban, ugyanis megcsináltunk majdnem minden kívást, nagyon-nagyon sok kívást megcsináltunk. Mindet nem tudtuk, ugyanis rettentősöket kaptunk. Volt köztük sok érdekes, nem? Melyik volt a kedvenc kihívásod? Mikor én kaptam azt a három lime. Nem jó volt, kaptam három pont tőle. Ja, mikor megette a lime-ot, és ami nekem tudod, melyik volt a kedvencem? Mi? Nekem a Byron Bay, mikor elmentünk a Huszen legkeletibb részére. Ja, oda a... Úszni, a le a tenger, az nagyon jó volt. Ja, építettünk homokembert. Meg amikor megtanítottuk a mamit beszélni. Amúgy összeadtuk a pontokat, hogy ki nyert, ki veszített, és nem más nyert, mint én! A Lukasz! Ő több kihívást csinált meg, mint én, úgyhogy ami azt jelenti, ugye, hogy én veszítettem, és most nem más kell csinálnom valami olyan dolgot, amit a Lukasz ugye kitalált az elején. Hogy mit talált ki? Fogalma nincs, még mindig nem árult el nekem. Hogyha te vesztettél volna, tudod, hogy neked mit kellett volna csinálni? Neked nem más lehet volna csinálni, mint beleülni abba a csúzliba és kilövetni. Szerintem nagyon, nagyon vicces lett volna és érdekes, ugyanis a Lukasz rettentően félt attól a... Én hányok, ez lesz. Dehogy hánysz. Csak ja, szó megy a hasam és lehet. Ugye ilyen az a kör alakú, van egy ilyen ülés, bele kell ülni, két ember beleület és fellőnek a magasba, de ott nem hányod el magadat. Följön a hasam és pum, csak lesz. Ja, fölmegy a hasam, aztán leesik, de nem én nyertem, úgyhogy a Lukasznak nem kell semmit csinálni. Én veszítettem, úgyhogy most nem más fogunk csinálni, mint valahol itt, vagy valahol meg kell csinálnom azt a dolgot, amit kitalált. Jó. Úgyhogy induljunk? Ja. 7-6-5-4-3-2-1. De Lukasz, nem lehet valami más csinálni? Nem, én akarom, hogy az lesz, az miért az lesz. Hogy fetszelek inkább egyet? Milyenek fognak nézni? És az miért jó?
az hidák! Úgyhogy ennyi, remélem, hogy élveztétek ezt a filmet. Sziasztok! Na jó, jössz vagy mi van? A felé! Nem bírtam átvenni a Lukaszt, oda néz, itt a kígyó! Ja, ez a gumikígyó! A következő kívás egy érdekes kívás, mégis az van a lényeg, hogy a feleségem vágjon pofán, csúnyán mondva, vagy itten ugye arcon üsse meg. Áuuu!